2022 nyarán döntöttünk úgy, hogy szövetséget kötünk a Mazakkal újfent, és megkötöttük a szerződést ennek a nagy megmunkáló központ megvételére. Ez egy Verzatec V140-es típusú poltármalógép, ami 5 tenger szimultán mozgásra is alkalmas. Cégünk kulcs profilja elég régóta a nagy alkatrészeknek a megmunkálása. Több éves dédelgetett álmunk vált valóra azzal, hogy ezt a gépet megvásároltuk. Ez a harmadik olyan berendezésünk, ami több mint 2 méteres munkatartománnyal rendelkezik, de az előző berendezésünk, amiből úgy tudjuk, szintén egy darab van az országban nálunk, ahhoz képest is 2-szer akkora munkatartománnyal rendelkezik. Nagyon komoly előkészületeket igényelt a beruházás, hiszen egy több mint 100 tonnás gépről van szó, egy hatalmas gépalapot kellett neki kialakítanunk. A gépalap az 2 méter mély földkiásás tett szükségessé. Ez 173 köbméter betont jelentett, körülbelül 400 tonna súllyal. Mivel ez egy nagy gép, ennek kifejezetten Japánba készítik az alkatrészeit, ezért egy hosszú időt vett igénybe. Azt kell mondanom, hogy a Mazak napra pontosan tartotta a határidőt, 2023. novemberében érkezett meg a berendezés. Összesen 10 kamion érkezett, 2 naponta jöttek a kamionok, és folyamatosan a japán technikusoknak a irányításával és a magyar Mazak szervizesek közreműködésével épült fel a gép, ami körülbelül másfél hónapot vett igénybe. Sok kollégám, akik nálam dolgoznak forgácsolóként, is szorgalmasan dolgoztak a gép telepítésén. 4-5 ember folyamatosan be kellett vonnunk ahhoz, hogy ez a gép a helyére kerüljön. Voltak olyan alkatrészek, amiknek a fölemelése komoly előkészületeket vett igénybe, amit szintén sok kollégámnak a közreműködésével tudtuk valóra váltani. A gép főszereltségét tekintve a legújabb vezérlő van rajta, maga a kapacitása súly tekintve 43 tonna, a gép mozgása az 7 méter x 4 méteres, és természetesen minden opcióval, ami lehetséges, azt felszereltük, és 5 tenger szimultán vezérléssel működik a gép. Azt gondolom, hogy a Mazak név garancia arra, hogy a pontosság is megfelelő lesz a berendezésen. Fej-fej típusú a berendezés, tehát a dőlést is természetesen a fej végzi egy ekkora asztalnál, ugye nem is lehetne másképp. Az eddigi beméréseink alapján, tesztdarabok marása alapján azt gondoljuk, hogy egy nagyon pontos berendezés sikerült megvennünk.